a soron következő igeként nagyon megragadott Jézus tanítása, a Lukács evangélium a 11. rész 42. verse, amit akkor tudtam, hogy aligára készülünk, akkor én fogok erről veletek megosztani. Jézus az írástudóknak és farizeusoknak mondja el, a kor teológusai voltak az írástudók és a farizeusok. Tehát a Lukács evangélium a 11. rész 42. verse, és ehhez párosítva a Sámuel első könyve 15. rész 21-22. versét olvasnám fel, és csak így vázlatosan osztanám meg, hogy együtt majd gondolkozzunk az igén. Tehát a Lukács evangélium a 11.42. De jaj néktek, farizeusok, mert megadjátok a dézsmát a mentától, a rutától és minden paréjtól, de hátrahagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. A krisztusi életnek a lényege az ítélet és az Isten szeretete. Ezeket kell cselekedni, és a többit sem elhagyni. És a Sámuel első könyve 15. rész, 21. és 22. verse. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítésre rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te Istenednek Gilgálban. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Imé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Ez a két ige nagyon összefügg, hiszen a Sámuel könyve ugye Saul királyról szól, akit az Úr kiválasztott, felkent, és mivel nem tartotta meg, rossz volt az ítélete önmaga iránt, rossz volt az ítélete a bűnei iránt, megengedte magának, mert a körülötte lévő népnek akar tetszeni, hogy a javát elvette, ami az Úr megsemmisítésre rendelt. Mit is jelent ez, hogy megsemmisítésre rendelt az Úr? A bűneinket jelenti. Vagy elhagyjuk a bűneinket, és az Úrnak adjuk a teljes életünket, vagy pedig szépen visszavesszük a javát, és élünk-e világnak, világiassan, a környezetünknek tetszően. Tehát elvette Saul a prédát abból, ami az Úrnak lett odaszánva. A másik dolog pedig itt a Sámuel igéből, hogy az Úr előtt a kedves, amivel igazán kedvességet nyerhetünk, az az ő szava iránt való engedelmesség, vagyis az ige szerinti élet, mert az ige Isten szava, és hogy mindennél többet ér. A véres áldozat, amikor összeszorítjuk a fogunkat, és ki akarjuk küszöbölni, és nem megy, mert a magunk erejéből valóban nem megy. És hogy a szófogadás mindenféle áldozatnál. A Lukács evangéliumban pedig Jézus a teológiailag jól képzett írástudók voltak azok, akik ismerték az írást, és a farizeusok, ő nekik mondja, hogy ti nem teszitek meg azt, amit Isten kíván, az ítéletet és az Isten szeretetét. Itt Jézus azért beszél az ítéletről, mert a helyes ítélet leleplezi a hazug kegyességet. Azt a vallásosságot, ami hazugság, ami mögött nincs ott az Úr szeretete, nincs ott az Úr szentsége.
És nagyon sokszor nem tudjuk, hogy hol van a helyünk. A vallásosság bizonyos külsőségeket, a tál külsejének a mosását, és a külső rendbe tételét, itt most nem a tisztaság, már a fizikai tisztaságra gondolok, csak úgy nézek ki, mint a jó hívő, úgy nézek ki, mint aki nagyon szófogadó, és hogy tulajdonképpen nem nincs meg az istenfélelem, és nincs meg az aranyfedezet. Az Úrnak odaszántból nem lehet kicsit visszavenni. Vagy odaadom az egész életem, és akkor az Úré vagyok, vagy nem vagyok az Úré. Nagyon fontos dolog, hogy tisztán lássunk, ugye az ítélet úgy hangzott el Saullal kapcsolatban, aki ugye elvett abból, amit az Úr azt mondta, hogy abból nem lehet, hogy a te fele barátodnak fogom adni a királyságot, aki jobb náladnál. Dávidról van szó, aki egyáltalán nem volt jó ember a bűneit ítélve, de itt ebből a történetből azt kell tudnunk, hogy igenis az Úr megítéli a bűnt. Mi magunknak hívő emberek is könnyen megbocsájtunk, tudjuk a szólamot, Jézus meghalt a bűneinkén a kereszten, és mi pedig éljük a magunk életét, és benne ragadunk. Van olyan, amikor az Úr megítél, és elveszi a királyságot. Saultól elvette a királyságot, hogy miért? Mert nem találta meg az igazi megbánás helyét. Itt, ha ezt a 2 Sámuel történetet elolvassuk, akkor megdöbbenünk, hogy megragadta a proféta ruháját, és azt mondta, ne menj el, mert a nép mit fog mondani? Mit szólnak a külsőséghez? Hát, és oda kényszerítette, leszakította a ruhájából egy darabot. Ennyire fontos, hogy nem azt mondta, hogy az Úr bocsásson meg, hanem hogy a külsőség, és nagyon sok külsőségben élő hívő van, aki a tál külsejét mosogatja. Amit itt még föltehetünk kérdést, hogy mennyivel volt jobb Dávid, hiszen ő is vétkezett, a kettőjük között, Saul király és Dávid király között az volt a különbség, hogy Dávid is vétkezett, halálos bűnt követett el, de megtalálta a megbánás helyét, és mit mond az Úr, és ez az Úr ítélete, amivel a hívők nem akarnak tisztába lenni, hogy az Isten ítélő Isten az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is. Ha Anániás és Szafira esetére gondolunk, ítélő Isten az Úr, vagy nem az Új Szövetség Istene? Igen. És Dávidnak mit mond az Úr? Bűnbánatra jutott, megbocsájtottam, de nem hagyom a bűnt büntetés nélkül. És ezért ragadott meg engem ennyire az ige, hogy hátra hagytátok az ítéletet. Az Isten igéje mennyire él a szívembe, mennyire élek vele naponta. Engedem-e, hogy Isten igéje megítéljen? Vagy pedig a számomra az evangélium csak a kegyesség öröm üzenete. A mélyebben járó hívő ember a bűnbánat útján jár. Ma reggel imádkoztam, és egy családi esemény jött elém, 20 évvel ezelőtt. Soha nem gondoltam volna, hogy azt az Úr számon tartja. És ma reggel, amikor imádkoztam, akkor az Úr azt mondta, te is vétkes voltál benne, családi ügy volt, amikor én egy szót nem szóltam, mindenkit ott hagytam, megkeményedtem. És a családban lévő szeretet miattam csorbult.
és hogy ehhez ennyi idő kellett, hogy én ezt meglássam. Teljesen megdöbbentem, én a mai napig úgy gondoltam, hogy nekem teljesen igazam volt, és ön hívő ember módjára jártam el. De az Isten ítélete másképpen gondolja. Engedjük-e, hogy a Szentlélek megítéljen bennünket? Kérjük-e az Úrtól, hogy adjon világosságot és adjon bűnbánatot? Mert különben csak olyanok leszünk, mint az írástudók és farizeusok voltak, akik között sok jó ember volt, nagy ismeretekkel rendelkeztek, ezért hívták őket írástudónak, de a szívükben nem voltak közösségben az élő Istennel, és amikor a hőnóhajtott messiás megjelent közöttük Jézus, olyan távol voltak tőle, mint Makó Jeruzsálemtől. Hogy miért? Mert a szívük nem volt az Úr, és pontosan ez van, ami, hogy az Isten szeretete, az igazi szeretete nem volt meg. Amikor az Úr erről beszél velünk, akkor keményebb eledelt ad nekünk azért, hogy mint férfiak növekedjünk, mert a férfiak azok, akiket az Úr a papi szolgálatban megállt, persze a nőket is, de hogy férfinak lenni hitbe, felnövekedni, bűnbánat nélkül nem lehet. Csak kegyeskedő, vallásos szövegekkel nem lehet. Dávid megtalálta a bűnbánat helyét, és ezt olvassuk, soha többet nem vétkezett. Saullal szemben, aki nem találta meg a bűnbánat helyét, és amikor az Úr nem szólt hozzá, akkor Isten törvénye ellenébe is megkereste a halott idéző asszonyt, mert ő akarta tudni a jövendőt. Ha az Úr nem szól, annak oka van. Ha Isten igéje nem élő a számomra, csak egy tanítás, akkor annak oka van, és addig kell az Úr előtt lenni, amíg az Úr bűnbánatra nem juttat világosságot ad, hogy helyesen ítéljen meg, és bűnbánatra jussak. Ugye Dávid ezt mondta, hogy a 32. Zsoltárban boldog az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életerőm ellankadt. Vétkemet bevallám, bűnömet el nem fedeztem, és azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes alkalmas időben, bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak el azok ő hozzá. Végy körül engem a szabadulás örömével, nem akartam végigolvasni. Ez egy csodálatos zsoltár, ez Dávid átélte. Amíg elhallgatta bűneit, addig csak a nyomorúság volt. Az 1 Korintus 11-ben azt olvassuk, mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Itt élet és halál kérdéséről van szó. Testvérem, te az ítéletet azt nem ismered, vagy pedig engeded, hogy Isten szent lelke és igéje megítéljen, hogy az Úr tanítson és meg tudjon tartani. Úgy szeretett Isten, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy az ember el ne vesszen, hanem hazataláljon, közösségre jusson Istennel, és üdvössége legyen. Ez a szeretet Isten szeretete, áldozatos szeretet.
És ha valóban megvan bennünk az Isten szeretete, és őt követjük, akkor áldozatos szeretet, mentő szeretettel vagyunk az elveszettek iránt, Isten népe iránt, a testvéri közösség iránt. És ennek van egy jele, az Isten szeretete irgalmas szeretet. Vannak hívők, akik irgalmatlanok, ítélkeznek, vannak olyanok, akikben az önmaguk szeretete, a maguk élvezete van meg, de hiányzik ez az áldozatos szeretet. A missziói lelkület, hát ő neki tervei vannak. Hát ő még érvényesülni akar. Hát szó nincs róla, hogy ő elmenjen egy kis faluba az elveszett legnyomorultabbak iránt. Ó, hát ő neki még a világba érvényesülni kell. Kié az életed? Jézusnak adtad oda feltétel nélkül, vagy pedig a magad életét szereted élni. Miért hiányzik belőlünk a másokért odaszánt szeretet, a missziói lelkület? Mert igazán nem születtünk újjá. Vagy pedig, ha újjá is születtünk, és van egy ilyen élményünk, hogy a megtérés után az Úr újat kezdett velünk, veszni hagytuk, és az ó ember élete kelt fel, és uralkodik fölöttünk. Ugye Pál apostol erről beszél, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat, hogy valóban ne az óember uralkodjon rajtunk. Ha nincs növekedés az új életben, akkor marad a farizeusi lelkület, a képmutatás. Ez nem tudatos színlelés a vallásos embereknél, de Jézus azt mondja, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától. És úgy gondolom, hogy az ó emberünket nem szabad hagyni feltámadni. Az embernek a nagy természete, az elképzelései mindig utat akarnak törni. De az Isten szeretete, ahogy itt ez a két dolog, az ítélet és az Isten szeretete, ha újra és újra felgerjesszük és odaszánjuk magunkat, akkor az Úr győzelmet ad. Az új életben növekedni kell. Nem lehet csecsemőnek megmaradni. Nagyon örül egy család, amikor megszületik az újszülött baba. Nagyon szeretik, az se baj, hogy pellust kell cserélni, hogy becsinál, hogy bőg, hogy nem hagy aludni. De ha 10 év múlva is becsinál, bőg és nem hagy aludni, az rendkívül nagy baj. És vannak olyanok, akiket az Úr elhívott, de mivel nem növekedtek az új életbe, még mindig a csecsemőkorban vannak. Igen. Tehát a farizeusi lelkület eluralkodhat, és sajnos mindnyájan a saját életünkben is nyilván vannak ilyen tapasztalataink. A bűnbánat nélküli élet az egyik ilyen, ugye a vámszedő és a farizeus ugye ott imádkozik, és mit mond a farizeus? Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint az. Ez a farizeusi lelkület. És ez a lelkület azt jelenti, hogy én nem érzem a bűnösök közelsőnek magam, mert vannak nálam bűnösebbek, azt nagyon jól tudom. Csak hogy akkor Istentől távol vagyok. A pótszerek, a külsőségek, a tál külsejének a tisztántartása, a külsőséges hitélet. Minden olyannak látszik, mintha valódi hit lenne, élő hit lenne, de nincsenek meg a gyümölcsei.
nincsenek körülöttünk megtérések, nincsenek szeretett szolgálatok. Azt gondoljuk, mi már megtettük a magunkét. Pedig a kis mustármagnyi fáról olvasok, amikor a mustármagot elvetik, minden magnál kisebb, de amikor felnő, ilyen nagy hatalmas fává lesz, mint ez a, ugyanez nem mustár, hanem... Tessék? Mogyoró fa, és mókusok laknak rajta, nem tudom, láttátok-e, szoktak jelentkezni. Tehát, hogy az ágainál ott vannak, és oltalmat jelent, és fészket tudnak rakni. A mi gyümölcseink, milyen gyümölcsöt termett eddig a hívő életem? Nagyon sokszor ügybuzgalom van bennünk, de az Úrral nem a személyes, közösségen alapuló szeretet. És hogy ennek kell a bensőnkből kiindulni, ha Jézus lakik a szívünkbe. A külsőség, hogy elmondjuk, de hogyha ott lakik az Úr a szívünkbe, akkor látszik az Isten iránti szeretet és az emberek iránti szeretet. Ennek megvannak a látható gyümölcsei. Ugye a kegyességünknek van egy tisztátalansága is, mégpedig az, hogy a kegyességünk tisztátalanságából fakadó külsőséget veti itt Jézus szemére a farizeusoknak, írás tudóknak, hogy tulajdonképpen ők pontosan tudják, hogy mit kell tenni, meg is követelik mindenkitől, csak maguktól nem. A magunkkal szemben való engedékenység az nagyon káros, megöli a belső lelki életünket. Jézusnak itt volt egy tanácsa, és mindjárt be is fejezem, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától, mely a képmutatás. Jézus tanítása nem csak a farizeusoknak, nem csak az írástudóknak szólt, az ott lévő tanítványoknak is, mindenki, több ezeren hallgatták az Urat, olvassuk itt a Lukács evangéliumából, mindenkinek szólt. Aki hallotta, eldönthette, megítélhette, hogy hol tart, külsőleg keresztjén, vagy belső tiszta szívből követi az Urat, és a szívében helye van Isten ígéjének, ítéletének és Isten szeretetének. Tegnap itt szenvedélybeteg hölgyek voltak a táborban, velük voltunk együtt, és az esti beszélgetés, terápiás értékek megbeszélése során az egyik volt, remélem, hogy volt alkoholista hölgy, ezt mondta, hogy a szeretet szabadságában voltunk itt együtt. És ez jutott eszembe ma reggel is, miközben készültem, hogy a Krisztus szeretetének a szabadságába élhetünk és járhatunk, és ez csak akkor lehetséges, ha őrizkedünk a külsőségektől, a hitbeli külsőségektől, és valóban Krisztus szeretetében élünk. A Krisztus szeretete mindig megmutatja a bűneinket, és helyreigazít. Ha a lábmosás történetére gondolunk, akkor megdöbbentő, hogy ugye Jézus megmossa Péter lábát, aki azonnal tiltakozik, hogy Uram, az enyémet bizony meg nem mosod, mondta Jézus, akkor nem fogsz megmaradni, ha én nem mosom a te lábaidat, akkor azt mondta, a fejemtől végig mossál meg. Azt mondta Jézus, nem szükséges a teljes fürdés, mert ugye megtértél, az enyém vagy, de hogy neked a napi lábmosásra, a bűnbánatra szükséged van, különben nem fogsz növekedni. És a szenvedélybeteg fiataloknak mondanám azt,
hogy így kell az Úrban járni, hogy az Úr megszabadít, de meg kell róla emlékezni, amikor a sóvárgás jelentkezik, hogy Uram, csak kegyelemből te szabadítasz meg, és felveszem a harcot ellene. Ez nem úgy megy, hogy jöttem, láttam, győztem, újra és újra bekopogtat. Ez a mi függő személyiségű óemberünk, meg a gonosz rajta keresztül. De ha tudom, hogy kinek hittem, és valóban oda borulok elé, újra és újra, mint akinek semmi érdeme nincs, akkor kegyelemből élhetek a szabadításban. És úgy gondolom, hogy az életünk így válhat Krisztusban a Szentlélek által tartalmasabbá. Nagyon szomorú volt itt a helyzet, mert a Mesiást várók és a váró nép élete egyre tartalmatlanabb lett. Az írástudók és farizeusok képmutatók egyessége miatt. Ugye Keresztelő János, aki az Úr útját készítette, az kiáltó szó volt. És mi ellen szólt? Hogy elvesztek. És kimentek az emberek a Jordán mellé, megvallották a bűneiket, és lemosták a bűneiket, mert Keresztelő Jánosban ott volt az ítélet lelke. És az Isten szent lelke, az ítélet és a megégetés lelke megítéli a bűnt, és kiégeti. Van-e szent lélek tűze az életünkbe? Mert akkor helye van az ítéletnek és az Isten szeretetének.